Találgatások indultak meg Karcagon egy rendkívüli halálesettel összefüggésben, mely június 28-án történt a Birkafűző Fesztivál szombati napjának hajnalán. Az esettel kapcsolatban Dobos Lászlót, Karcagváros polgármesterét kérdeztük. Hivatalos értesüléseim szerint, amit eddig tudok az időről, a következő. Éjfél után, péntekről szombatra viradó éjszaka egy állítólag erősen ittas társaság illegálisan tartózkodva a fesztivál területén úgymond vegzálta a őrzővédő szolgálat embereit. Természetesen ez hangoskodással járt, és hát az éjszaka kellős közepén ez nem megengedhető. A szolgálat emberei megkérték őket, hogy távozzanak, ezt nagy nehezen sikerült elérni. Amikor kerítésen kívül voltak, akkor természetesen már rendőri intézkedés történt, ezt követően lett rosszul az egyik zajongó, és a mentők kórházba szállították. Ezt követően pár órával elhalálozott. Arról tájékoztattak engem, hogy szívinfarktusban halt meg. Az 56 éves férfit a mentők szállították a karcagi Kátai Gábor kórházba. 56 éves férfi beteg érkezett hozzánk szombaton hajnalban, fél öttájban. Mentőszolgálatot riasztották rosszul léthez. Mentőszolgálat beérkezésekor gyakorlatilag azonnal légzési elégtelenség lépett fel. Még a mentőszolgálat intubálta, biztosított légutat a beteg számára, ezután perceken belül összeomlott a beteg keringése, emiatt komplex újraélesztést kezdtünk a betegnél, mely több mint egy órán át tartott, és fél hatkor a beteg elhunyt. A mentőszolgálat bejelentése szerint a beteg rosszulétét megelőzően konfliktusa volt, emiatt a helyszínen rendőrség már helyszínen volt, illetve nekünk is, mivel a beérkezéskor mi rövid ideig kezeltük a beteget, ez rendkívüli halálesetként kezelhető, a betegellátás után a rendőrség értesítése megtörtént, akik azonnal a délelőtt folyamán a helyszínre érkeztek, és eljárásukat megkezdték a beteg halálának vizsgálatával kapcsolatban. Igazságügyi szakértői boncolása történt a betegnek, aki természetes halált állapított meg, koszorúér elzáródás szívinfarktust véleményezett. Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályát, akik a következő írásbeli tájékoztatást adták. A karcagi kórházban történt halálesettel kapcsolatban idegenkezőség nem merült fel, ezért a karcagi rendőrkapitányság közigazgatási, hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Tekintettel a közigazgatási, hatósági eljárás során adható szigorú tájékoztatási szabályokra több információt nem áll módunkban közölni az üggyel kapcsolatban.